Végre egy szöveg, melyet nem a hasnyálmiri szóval kezdett. Hát attól tartok, én magam vagyok az, akkor is, ha egy szót sem szólok, csak itt áldigálnék, aki mindenre arra emlékeztet. Tehát ezen nem lehet változtatni. Borítsunk hát fátyoltán. A fátyol miatt ilyen rekettes a hangom, mintha egy maffiafilm szinkron hangja lenne. Fölhívom a tűzön vizen át kormányi olvasók figyelmét, hogy ebből az is következik, hogy a film nem magyar, tehát semmi áthallás. Hát ha csak nem magyarról magyarra szinkronizálunk, ami ugyan elsőre értelmetlenek tűnik, már időnként szükségünk volna rá. Haza, hűség, hagyomány, Európa, Real Madrid, mintha más nyelvet beszélnénk. Két hangot ígértem, de az egyik sem az enyém, és az egyik sem Dés Lászlóé. A szakszofon fog beszélni, és én pedig mintegy lefordítom, amit hallunk. Mintegy. Hiába triviális, mégis ki kell mondani, hogy vannak könyvek. És hogy ez milyen fantasztikus és milyen nagy dolog. Ezt így van pozitív. Igen, és a Magyar Művészeti Akadémia teljes erővel MMA-zik. MMA-zni honfoglaláskori tőzsgyökeres ősi szavunk, mondhatni egyidős a magyarsággal, jelentése, hát vannak jelentése, de most nem jött az eszembe. Nézzünk körül, a téren könyvek parkolnak és nem autók. Ki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli. Fölemlegetek néhány könyvet, kicsi véletlenszerűen el fogom tanni. Nincs ugyan rajta a könyvheti listán, de mindenképp szóba hozom az új Dante fordítást. Jegyzetekkel, tudós előszóval, Nádasdy Ádám heroikus munkája. Márton László Faust fordítása a Kaligramnál jelent meg. Isten kísértő vállalkozás, mondanám, ha még értenénk ezt a szót. Más lett és egyre másabb lesz a kiadói tájkép. Van új Oravec is, kiről, hogy bevált fordulatommal éljek, bármikor tudok himnikusan beszélni, nekem az egyik legfontosabb kortárs szerző. Szívem szerint, más testvész most már nem említek, szóba hoznám a saját könyveimet is, de inkább a szerénység hamis álorcájába burkolódom, magvető kiadó. Lehet, hogy egy ilyen alkalmat, a mindenféle figyelmeket eleve élesen a szakma belső és külső problémáinak elemzésére kell kihasználni, ezeket épp hogy érintettem. Ó, igazad van, te kicsit kurutusabban. De én alkatomnak megfelelően inkább az öröm felé taszigálnám a nagy érdemű, az úgynevezett könyv öröm felé. És nem ég az orcsán, amit ezredszer is beidézni, márai sorait az olvasásról. Idézni nem lustaság, hanem belépés a tradícióba. Életre, halálra olvasni, mert ez a legnagyobb, az emberi ajándék. Gondold meg, hogy csak az ember olvas. Ne feledkezzük meg arról, hogy noha a Trabant útvekvése kitűnő, és gyorsulása kifogástalan, ez azonban nem szabad, hogy könnyelműségre csábítson. Így kanyarodom vissza a kis magyar pornográfia a regény című passzusához. Szóval a főhős döntött el az a férfi, aki áll az út szélén, nézi az autók áradatát, és hidegen, fájdalmasan, rémülten és egy kicsit vidáman azt kérdi, meddig mehet ez így? A könyvhetet megnyitottam, a könyvét megnyitottam.